Gyakorlatilag befejeződött a Bonyhádot Bátaszékkel összekötő út felújítása, melyhez kapcsolódóan korszerűbbé vált a szálkát az 56-os főközlekedési úttal összekötő útszakasz is. Az építkezés több szempontból volt fontos, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Egyrészt ez az útszakasz vezeti le az M6-os autópálya forgalmának egy részét, másrészt az egyre népszerűbb szálkai üdülővezet fejlődése szempontjából is kiemelkedően fontos volt a fejlesztés. Egyre nagyobb itt a forgalom, ezért is kellett korszerűsíteni, illetve helyrehozni ezt a szakaszt, és nyilván az itt élő embereket kellett kiszolgálni. Ennek a körzetnek a jelentős része az én választókörzetem, illetve hát egy Tolna megyei beruházásról beszélhetünk, büszkék lehetünk arra, hogy elkészült ez, 1 milliárd 10 millió forintba került a két útszakasznak az összköltsége. Ez egy igen jelentős forrás, de mint ahogy látták, a megyében több térségben jelen pillanatban is zajlanak az útfelújítások. Nyilván meg kell említenünk a szálkai turisztikai vonzerőt is, amit az elmúlt jó 10 évben vagy 20 évben Szálka község és az ott élő vállalkozók közösen értek el, és tudjuk azt, hogy azt is egyre többen keresik fel, úgyhogy ennek az útszakasznak a megépült, illetve rekonstrukciója nagyon időszerű volt már. Hogy mennyire, azt leginkább a település polgármestere Pálfi János érezte, hiszen hiába volt a sok éves fejlesztési koncepció, ahhoz, hogy a turizmus tényleg magas szintű legyen, elengedhetetlen alapfeltétel a közlekedési lehetőségek korszerűbbé tétele. Mi régóta vártuk ennek az útnak a fejlesztését, hál' Istennek az idejében ez megvalósult. Köszönet a közútkezelő KHT-nek, valamint az országgyűlési képviselőknek. Ezáltal a településre bejövő út teljes egészében kész van, és a közlekedés sokkal biztonságosabbá vált. A másik, ha a turizmusról beszélünk, akkor ez is egy fontos része. Szálkán már mostanában egyre jobban fejlődik a turizmus, egyre többen látogatnak Szálkára, és hát nyilvánvalóan nem feltétlen mindegy, hogy milyen úton tudnak közlekedni az ide látogatók, és milyen érzéssel távoznak el innét. A most átadott út 18 km hosszban biztosítja a biztonságosabb közlekedés lehetőségét Tolna megye két városa között. A megsüllyedt, eltöredezett, illetve szétrepett felületek lokális javítása történt meg, alapmegerősítéssel majd nagy felületű burkolat, koporétek csere készült el. Ez mellett párhuzamosan az útpatkák, vízelvezető árkok és a műtárgyak készültek el. A 5601-es Szálka-Mőcsény út is elkészült. Az 56-os úttól Szálka átkelési szakaszig teljes burkolatcsere készült, alapmegerősítéssel burkolat, patka, vízelvezető rendszer, illetve a Lajvérhíd került teljesen felújításra, és a Szálka településtől a Bátaszék-Bonyhád összekötői útig pedig lokális szerkezet, illetve burkolatcsere készült el. Gyakorlatilag elmondható, hogy a térségbe az útfejlesztések ezzel elkészültek, majd a várhatólag a Magyar Falu, illetve a TOP projekten keretén belül Grábóc, illetve Alsónána is felújításra kerül a következő években.